ilyen TikTok videót láttam valahogy, van ilyen szerver amúgy, valaki fenn van, és akkor adunk neki egy ajándéktraktort, hogy jobb legyen neki a bányászás, meg ilyen hülyeségek. Kapok-e valamit, ha használják a kódod? Hát technikailag én úgy tudom, hogy majd kérek visszajelzést, az eddigi kódjaimat hányan használták, és lehet, hogy ez nekem kedvezőbb lehet a későbbiekben. Tehát például Zsombinak ez kedvező volt, amiért nagyon sokan használták nála a V51-en. Nem tudom, hogy nálam hányan fogják használni, de elvileg, hogyha ezt használják, akkor ez nekem is megérősebb hosszú távon, akár az együttműködésemen belül. De általában én úgy vagyok, hogy használd, amelyiket szeretnéd, mert nekem ebből semmi negatív nem származik, meg ilyenek. Szóval, ja. Nem tudom, hogy Gida befejezte ezt a cuccát, ezt offstream csináltuk neki. Mert ezt az egészet offstream, mert ezt az egészet Gida csinálta. Csak itt van egy falusi trédelős lejáró, amivel nem tudom, hogy hogy haladt, vagy csinálta bármit belőle. Szóval esküszöm, kíváncsi vagyok rá, hogy itt mégis hogy haladtak a dolgok. Mi a fene? Mi a fene? Jó, ez amúgy egész jól néz ki. És miket tudunk trédelni? Habos, babos, fincsa, mincsa. 46, ezek azok már mind lejártak. Tehát a V46-on nem volt, a V50-esen volt kódom először, az lejárt, meg ez a V50-es, vagy ez az S20-as kód is jövő hét vasárnapig lehet beváltani. Október 17-ig. Enyém, bocs. Valami megtört a csatlakozás. Na ez sok volt. Ez teljesen hirtelen, bocs. Nem állt szándékomba komolyan. De mindegy, szóval ezt az S20-as kódot is október 17-ig tudjátok beváltani. Talán lejár. Nyugodj már meg, nem én voltam! A gépem elejé jack csatlakozó az szar. És nem a fejhallgatomon lévő jack, hanem a dugasz. A szar, bocsi. Most rédelik a számítómat? Ne is mondd. Én meg szerintem az is lehet, hogy rá akarom tenni a menninget az utcaimra, és feljavítom őket. Beleállt a falba a jack! Életem dobása. Kapunát. He? Ne öljön már meg. Egy mód van rá. Itt nem dobom a totemet nyuga. Mindjárt valaki rá fog valószínűleg kérdezni. De most volt, hogy eldobod a totemet? Egyesek mindjárt tudnak különbséget tenni. Na mi van? Baszik beszélni. Gida? Mi? Nekem miért nem működött a gyors gombom? Haló? Na várjál. Szóval nekem nem működik a gyors gombom. Jaj, nekem nem működött a gyors gombom. Elgetszó. De most jónak kell, hogy legyen. Hát mi a fasz? Hello. Hello. Gyere. Hova? Te mit csinálsz itt? Honnan bérelek? Sehonnan? Mi futtatjuk? Egy gyorsabb utat haza, vagy hát a bázisra. Hát annál gyorsabbat, mint ami ott van. Ja, mert ott kerülgetni kell. De egy fasz. Most azért mondtad, hogy jöjjek, hogy segítsek? Ha megkérdezed, mit csinálok? Ha mondom, akkor megmutatom. Ja. Ezt mennyit de kell bontanod? Light, vagy? 0-0-ig, ugye? Ott van a portál. Hát, szó-szó, igen. Azt nem tudom, milyen magasság. Dead Right ott volt a plafonon. Hazudsz. Tudti, hátbasztak. Hátbasztak? És nem geci. Bazeg! Add ide! Jó. Ne, baszd meg! Be akartam pont lopni. Ez de... pont ez. Amúgy add vissza a csákányomat. Vigyá, eltűnik az enyém, azért kaptam. Na nincs mending. Ja. Ja de van mendingem, csak valahogy fel kéne fejlesztenem. Jó, gyere. Segíts. Akkor ha már nálad van a sárkányom. Hogyan tudjuk futtatni? Hát, elindítom a szervert és fut. Hát most az a baj, hogy most ezt nem tudom jobban elmondani neked. Hálózatilag tudtam utána megoldani, hogy ugye legyen hálózati megosztásom. Ugye itt a szolgáltatót kellett kérnem, hogy nyissák meg jobban a netemet. És igazából ennyi. Hát így van futtatva. Ugye alapvetően nem tudsz minden egyes internet szolgáltatóval ilyet futtatni. Mert ugye ezeket általában levédik a felhasználók érdekében.
Judge Dredding SF SMP? Igen. De hogy egy direkt azt írtam el? Ezt nem értem. Meg a szoki. De nem értem. Judge Dredding volt, SF volt, és most van SMP. Igen. Vagy mi? De nem értem. Aha, hol vagyunk? Na ez az. Nagyon jó kérdések egyike. Megy már. De lök le. Nem löklek le, nem tudnálak. De. És ez mi a fasz, én nem tudom lerakni. Na, kösz. Ezt így építsem tovább, ezt az alsó cuccot? Ja. Ahhoz a portálhoz ki kéne jutni, meg kell nézni, mi a kordia. Na, vártanak. Csak ne bontsam szét. Van IP címes is, amihez nem kell szolgáltatni. Hát jó, de nekem például kellett. Mert nekem, mert így vannak szolgáltatók, ahol azért védik le, ugye, hogy a hálózni meg azt test ne tudják egyébként felhasználni mások ellen. Ezt lebontsuk. Ezt a szart. Ja, lépcsővel megyünk felfele. Felfele? Aha. Hol van itt a sebesség? Milyen sebesség? Vannak ilyen gyorsépítő emberek, tudod, az ilyen Bad Wars-okban meg ilyenek. Jó, de nem vagyok ennyire szűz. Jó, de az vagyok a kurva életben. Geci! Megyek a moziba, képzeld el. Na, mit nézel? 007, James Bond. Az nem 30 éve jött ki? Vagy ez jött új? Ki 30 éve is. Ja. Hol a gecibe vagyok? Ez olyan, mint a pókember, hogy mindenféle verzióból mindenkitől kapunk egy színészt, aztán izé. Aha. Úristen. Én nem tudom, én az első pókembert láttam, a többi az engem annyira nem vonzott be, hogy mindig más van. Van 25 James Bond film, gondolom 25 különböző emberrel. Tehát, lesz már sebb? Most volt 2 órát. Akarom mondani, szia, hello, most volt 2 órát. Kibaszhatom. Nem kell. Hol van? Nem kell. De megy itt egy XD-t utána. Ó, Istenem. És vicces volt. Hát, amúgy kurva. Kurva szádat. Nem vagy hivatalosan volt, ne beszélj így. Ó, Istenem. Még akkor is egyet értek vele. Hát, beszélnek így. De amúgy azt vágod, hogy ez semmivel nem gyorsabb átjáró, amit most csináltál? De, mindjárt az lesz, várjál picit. Ezeket a kék lángokat azok eltöltetem, mert undorítóan néz ki. Kibaszott jól néz ki. Hát én eltöltetem. Hol vagyunk? Na ez az. Aj. De annyira jó abból, hogy csinálsz ilyet, azt tudod merre menjünk, azt ennyi. Gatya az egész. Hey, a kurva életbe. Hát az igen. A lávát valahogy el kéne tüntetnem. Látszik, hogy Perki beszélt a családbarátságról? Ő már feltette a videót? Na, nem várj. Tudom, de holnap jön ki új rész Borutóból, ezt tudom. Azt én is tudom. Itt a mob farmod. Itt az XP farm. Azt nem én csináltam. Az a baj, hogy én meg nem tudtam egyszerűen megcsinálni a sajátomat, szóval nem tudom, hogy van-e értem az én sulis verziót, mert gondolom ő kisípolta. Hát nálam kurvára nem lesz ilyen. Jajon, baszás. Cenzuráltam verzió. 30 perc, te jó égember. Az a baj, nálam azért cink, mert én meg némítottam végig a mikrofont, amikor ezt felvettem, szóval... Biztos, más... hogy nem nézem meg. Mit? Bocs. Perki videóját. Hát jó, van, ne nézed akkor. Kisíp, hát sejtettem. Sejtettem, de hát én nem tenném ezt. A geci, egy videót csak csinálhatod valami bejözé. Nem, neki nagyon szívügye ez. Én tiszteletbe tartom meg ilyenek. Nem hiszem el, hol vagyok? Az előbb még itt voltál, hova tűntél, ember? Nem tudom. Jaj, édes Istenem. Jaj. Haláli vagyok. Nem jó ez a portál. De várja már, te azt mondtad, hogy ott van az XP-s szusz. Te hogy kerültél le? Nem tudom, pillanat. Kidabazd meg, ezt hogy csinálod? Kisípolásból áll a fél óra? Szerintem nem. Vagy mondjuk, nem tudom. Az baj, hogy fogalmam sincs. Takarodj már! Kösz. Lehet, hogy rossz társaság vagyunk amúgy a papagájzsáknak, nem? Gida. Mit szólsz hozzá? Hát, nem tudom, mellenémult. Karta szempi. Nem lesz, mert az nem jön ki jól. Ez rohadtul nem poénos. Itt csomóan írták már, de hogy miért van ott 2 S betű? Hát baszki, miért? Hát most mit mondjak erre?
De várj, ez is egy feljáró, de ez minek a feljárója? Hát én már összezavarodtam. Mert itt vagyok, csak anyám hívott. Na, jót beszéltetek? Azt mondtad pénzt, hát mondom, jó. Jó megy. Hát én meg streamelek, hát srácok, adjatok pénzt. Hát megyek boziba. Ja, tényleg. Meg se kérdezted kivel? Azt kivel? Még csajjal? Azt majd neked elmondom privátban, ja. Hoppá. Az igen. Gumit húzzál faszodra. Az a legfontosabb. Majd ő húz. A sajátjára? Mondjuk, ha neki nagyobb, akkor ő fogja, igen. Tehát ez verseny. Ez kinder meglepetés, és egybe verseny is. Ezt majd megtapasztalod. Amúgy barátnőmmel megyek. Mi? Na nézzél, faszopó, várjál! Miről beszélsz? Hol vagyunk? Itt leszünk a főhelyen. Ott a nyíl, megy meg a gecibe! Mi van? Itt a nyíl. Jaj, az egy nyíl. Nem tudta. Hát, kurvára nem néz ki annak, inkább el. Inkább úgy voltam. Ugye? Nem néz ki annak tényleg amúgy. Rohadtul nem akartam. Úgy te szar. De rossz bezz meg, na mindegy. Hát, nézzük meg a vannak hány inger dolgok, de hát ja. Minusz 3. Ezt nem leírtad privátba egyébként, vagy mi van? Ja nem. Mi? Nem. Nem. Azt hittem, mágec. De iszonyos gári. Hihetetlen. Há, de hogy nőve megyek barátaimba, hagyjatok már! A fasz, hazudsz! Hazudsz, sira! Akkor hazudok, faszopó. Ezt már fölösleges kimagyaráznod. De mit magyaráznék ki? A nővel eddig, akkor megmondanám, nővel leszek. De már mondtad, ember. Most mondtad ezzel. De, szimó, leépítja magyatokat. Tiszta kabó vagy, gec, de jó ég. Köcsög, baszolj meg akkor. Ó, Istenem. Barátokat sem hiszem el? Én azt el. A faszapó. Hajom már meg ez a csoda. Gec, jó teniszes lennék, csak nem tudom eltalálni. Nem lenni jó teniszes, nem? Az. Hallod, most hol van az, amit elkezdtünk építeni? A kurva élet! Jó ég, ember! Te nagyon össze vagy zavarodva. Na mi, hol van? Borzasztó vagy. Na mindjárt megyek oda. Baszkodok egy láthatatlan gaztal, az megvan? Ó, menj anyádba. Jó. Édes Istenem, Gida egyébként. Rendben megyek. Nem te mennyi. Aj, na várjál. Aj. Neked tényleg van, le van rohadva az agyad. Na, ne. Gyere le. Nagyon le. Hova? Legleljebb a nulláshoz. Milyen nulláshoz, basszájba? Ahol a létre van, ahol lejössz. Látlak, ott a nyíl. Igen? Hát ezt közel sem mondanám nyílnak. Jöttek, hogy gyere fel. Igen. És utána? Itt volt az átjáró, nem? Vagy nem, itt lejjebb. Nézd. Itt jöttünk le. Ezt építetted fel, nem? Nem. Ne, geci! Hülye! Jó, van, jó, szerencsére van könnyű esésem. De várjak, én is tudom, hogy hol vagyunk amúgy. Menj már a picsába. Kellett neked ilyen hülyeséget építeni amúgy. Aj, hol vagyunk? De amúgy... Jó, tudom, megvan. Amúgy nem lenne egyszerűbb, hogy visszamennénk a portálhoz. Megvan. Nyugodjuk meg. Jó. Mindenki nyugodja meg a picsába. Leesküszöm, hogy lenyugszom. Na és hol van? Mindegy. Hát, nekem segítek, bazzak, hát csinálj legyen. Áj, ne égek! Elkapott a láva. Azt se tudom, hogy hol vagy, de az biztos. Hallod, gyere! Ahol lejöttünk. Megölöm ezt a gyökeret. Hol? Hol jöttünk le? Az a lépcső, amire azt mondta, megvan. Itt vagy, gyere! Jó, hogy innen jöttünk? Ez volt a második tippem amúgy, komolyan. De, jó van. Esküszöm, ez volt a második tippem. Na itt mi a szart csinálsz, ember? Felfele utat. Oké. Okay. Na, tudom, hogy megérte el.
Várjál! Ugyanott vagyunk, mint voltunk! Bazd meg! Mi? Ember, ez most mi a fasz volt? Az előbb jöttem le, miért jöttünk vissza? Várjál! Fú, de rossz vagy, ember! Én kiégek ezen a srácom, mi van veled? Megégek is, ahova? Itt jöttünk, igen. Pillanat hozok zsepit, mert be van dugulva az orrom, bazd meg, a kurva életem. Azt hiszem fogalma nincs, hogy hol van az ember amúgy. Fogalma nincs, hogy hol vagyunk szerintem. És mit kezdett el ásni, amikor egy teljes alagúton jöttünk vissza? És elkezd valamit ásni, hogy arra van a visszajáró. Mi van? Mi? Én nem értem, mit akart csinálni. Valaki így tud gondolkodni ennek a srácnak az agyával? Nem erről mentünk vissza? Te ez egész... Akkor csinálta! De te most merre akarsz visszamenni? Mi van, Balázs? Mi? Milyen Balázs? Hozzád beszélek. Kibírhatatlan ember. Mi csináltál? Na, te most merre akarsz visszamenni? Most moderátor vagyok, basszátok meg. Gila, te most a visszafele útra akarsz menni, nem? Igen, vissza a portálomhoz. Az megvan, hogy te kurvára elkerülted az egészet? Ja, vágom, tudom. Nem értem! Jó. Bolond a youtuber, én nem értelek komolyan. Lehetnék az is, csak kéne videókat felvennem, mi? Na hát, ez így van. Mi, akkor hol kerültem el? Nagyon. De nagyon hol? Gyere vissza. Megvan. És de itt? Jó. Itt volt egy basszatnék kerülés, és valahogy ott átmentél. Itt volt az egész. Mi az Isten? Ez volt iga. Hát, ez bassz meg iga volt, ez tuti. Fú. Na, valaki még beszólt? Szerencsétek van. Mi moderátor lennél, eltűrnéd ezeket a hozzászólásokat, nem kitörlöd őket. Hát nehogy már nekem beszóljon valaki. Hát a hétfőig vagy most. Bazd meg. Ez olyan, mint hogyha a főnök helyett, és egy hétig főnök helyett, ez kibasz minden alkalmazottat. Meg ilyenek. Az hogy? Atya úristen. Nézd, gyere! Gyere! Most ez a Nether? Igen, gyere vissza. Ó, anyám. Hogy csináljuk úgy? Úgy könnyebb, hogy megyünk, gyere. Hú, bezd meg, várjál. Erre. Erre. Bezd. Igen. Én próbálok gondolkozni az agyaddal, de nem megy. Hogy a főbázistól csinálunk hozzám utat. De nem ez az út, érted? Az most? De nem, mert akkor a főbázis, most az én bázisomtól indultunk a főbázisra, most a főbázisról indulunk az én bázisomra, úgy könnyebb. Érted? De akkor nem ugyanazt utat teszed mondjuk meg? De sok gyorsabb lesz, figyelj majd meg. Jó. Milyen kecsi, hova tűntél? Most felfelé mentél, vagy én létrán gyanázok, hé. De... Jó, én ezt nem értem, szóval lesz neked egy utad hozzád a bázisról. Most is van, és lesz egy vissza... De jó, de visszafele megcsinálsz egy másik utat, ami rövidebb? Most az, igen, hogy majd azt használjam. De eredetileg akkor miért nem ugyanazt az utat használod mind a kettőre, és mind a két oldalt rövidebb? Miért csinálsz két különböző utat? De nem fogok két különböző utat csinálni, basszájba. Egy utat csinálok, amit használni fogok. De akkor az előző út miért kellett? Jó, mert nem kellett. Elbasztam csak. Elbasztuk. Akkor kezd ezzel. Elbasztuk. De nem, én hozzá nem gyúltam. Nagyon ráfog. Kicsit, de legalább nagyon. Hát, geci. Jaj, de Istenem. Na, most azt tudom, merre mentél jelenleg, szóval inkább ez is... Gyere fel a portálhoz. Ja, a fő portálhoz, ahol indulnak a utak. A utak? A Budára, ja. Úristen, Gec. Ez nagyon nem kellett most szombatra. Atya úristen. Úr, a szátokat. Nem vagyok hülye, ti vagytok buták. Hát, én nem értem. Le lett fárasztva az agyam az SF-fel. Mi a szar? Közben, hogy nekem kéne kaja, mert nincs kajám. Adok, gyere. Adján. És visszamegyek a főportához, igen. Igen. És ott az egyik út fele, nem tudom melyik fele. Van egy ilyen kis beásás a falba.
Ahol beleállt a falba a Jack, tudod. Get. De én amúgy bejöttem a por, én kijöttem Overworldbe, azért megvan. De miért? Meg kell a kaja, bazd meg! Adok faszfej! Ezt mondom. Ez is semmisít meg állt? Én nem azt hittem. Ahol veled dolgozni. Ez bazdmeg, nem értem mit mondasz, így nem könnyű. Aj, bazd meg. De beszartam hirtelen. De Gyuri ezt miért csinálja? Mert szereti beírni a felkiteli IP-t. Ja? Jó. Rendben. De várj, most a főportál tetejére akartad, hogy jöjjek? Igen. Ahonnan indulnak a jeges utak. És itt merre kell menni? Ott az egyik irányban van egy ilyen két magas lyuk a falba. Ahol van a bárányasszem. Bárányasszem. Ja. Igen, igen, megvan. Azon úgy gyere végig. Nagy nehezen észrevettem. Anyám. Hát Gyurinak így megy, lejár a 10 perc, megint bérjön felkiteli IP, szóval... Nem de előtt a bérjön, hogy na majd re! Ja, na majd re! Hát megint fel akarok menni a szerverre. Felkiteli IP. Jó, cucc, én adom. Én adom Gyurinak a mentalitását. Érted? Ő tudja, hogy neki csöndbe kell maradnia. Nagyon jó. Te fingadozzál te itt? És ez egyszerű hoztál kaját el... akkor most? Mi? Hoztál most kaját akkor? Nem, azt mondtad, hogy adsz. Úristen, szórj meg kajával. Mindent visszamentem. Ja, hát kettőt kaptam, ja. Az úgy jó. Majd megyünk Laura és Normanna Robloxozni, bratyó. Hogyne. A Squid Game-es Robloxot kell nyomni, mert az most menő. Ja, faszutó vagyok én is. Piros lámpa, zöld lámpa. Vagy zöld, zöld lámpa, piros lámpa? Azt hiszem az. Szia, Nozi. Hello, hello. Miért nem használjak ide összebagolás, és ide fentre épít egy másik kaput? Sanci, mi csináljak? Sanci, nem tudom. Én csak nézem, amit mi csinál. Van? Tehát, várjál. Miért csinálsz egy kurva csiga miért lépcső? Nem használjak ide az összebugolást, és ide összebugolást? Miért összebugolást? Vagy akár felülre csinálsz egy portát, és nem kell ilyen baszott csiga. Tehát itt fogsz járkálni folyamat, hogy gyorsabb legyen. Fasz meg, Sanci, neked valagyad. Mi a fasz? Ágyjál, békig ide a gecén, megyek ide a faszba. Nem véletlenül vagy mond minden RP csatornán, bazd meg. A kurva életben. Én is. Csinálom is. Jó, van nálam annyi jobb szidián? Engem. Hagyjál békig ide. Én csinálom. Ennyit. De bazd meg, nekem építeni kell a bázis szart. Hagyjál. Megcsináljuk. Atyó úristen, én nem csak itt semmit. Elgecizzé májt hagy. De faszopó vagy. Atyó úristen, én segítettem, ahol tudtam, de ez már nekem is magas. Jó, már folyjon ki agyad. Hát ki is fog, ne aggódjál. Vagy már most folyt volna ki. Fúúúú, de rossz ez. Nem, én ezt nem vagyok hajlandó. Azt a kurva szállat. Tényleg. De mi van? Engem raksz be, szarnak, engem utál a cseh. De nem is. Magadnak okozod a hülyeséged. Kurva vagy. De nem elég drága, az a baj, tudod. Édes atya, úristen ember. Na jó, hagyjál békén. Jaj. Remélem, le tudtam most némítani a Discordot. Nem volt jó a gyors gomb előtte. Jaj, srácok. Én ezt nem bírom agyilag. Jó, viszont kellene a mendinges könyvem, mert... haza kéne menni a mendinges könyvekért, mert mindjárt összetörik minden. Pali mindig ilyen vagy valamit beszívott. Hát, sok energiával rendelkezik, maradjunk annyiba. Tehát ez olyan, mint az SF-ben a kalandvágy. Na, hát ő nem 300-attól egy kalandvágyat, ő 3 millióval soha nem jár le. Én nem tudom, hogy csinálja ezt. Azt tudom, hova lett rakva a lovam amúgy. Na, jó van, hát. Ezt szándékosan csinálja, bazd meg. Monstert iszik kávéval, az biztos. Radjak meg, azt tuti. Mi? Nem tudom meggyújtani, mert mi hiányzik? Na, geci, kérdőjét akartam írni, szép volt. Hát de... oh, fú, geci. Lehet hamarabb találok vasat, meg izét. Cuccat.
Én valahol használtam gyújtóst, amit visszaraktam, nem? Jó, édes Istenem, ez az ember. Ez ember kikészít. Na. Nem tudom, vas voltál közelben. Ja, van. Jó, oké. Fú, de rossz. Hú, de rossz. Menekülök, ahogy tudok. Ott volt a ládába. Engedd el! Adok neki újat, azt nem kérem vissza. Nem láttam. Hol vagy, bolond? Itt vagyok ma. Ott. Gyere. Miért nem gondolsz ilyenekre? Obszidiánod legalább van elég? Hát persze, hogy van. Nehogy már. Egecizzél velem. Csak gyújtós hiányzik, mert gyújtós azt mindig tarhálni kell, nem? Hát meg cigit is. Ja. Basz meg volt nálam. Ne szopass ember! Nem volt nálam. Gyugi. Jó, te jó ég! Menj innen. Kell megnézni, az hova vezet. Tudni nem oda, ahova kéne. De. Ó, adta az Isten, jó. Szóval, hogy tudod, hogy a másik portálunk máshol fog visszadobni. Igen? Igen. Azt lebontsam az előzőt? Ja. Sanci, nálad miért nem mod? Ja. Mert mindenhol tudom. Is mod. Igaz. Lehet RP streamelni, akkor az lett nálad is. Nem akarok újra RP-t. Így hónapok kellett, hogy lerázzam egyébként ezeket a kérdéseket, de fájt. Jó van a RP. Bolond RP. Megy még? RP. Te vagy a Nerd Hub 2? Na jó van. Hagyjál, mentem, csá. Ah, Istenem. Na, még mindig nem tudtam elkezdeni semmit. De nem baj, kijutottam ezt a portált, aztán meg amiatt lesz a probléma, hogy én kijutottam ezt a portált, mert ő most ezt a portált akarja. Fú. Na, ott nagyon ki fogok égni inkább. Azt kihagyom, köszi. Ez azt tudom, hogy ez a portál hova vezet, de van egy portálunk itt is, de hogy miért, azt nem tudom. Oksa. Az agyam lefő, ugye? Ami nem láttam a chestbe, hogy hol van. De esküszöm, nem vettem észre. Fogalmam sincs. Taka! Ne! Fasz! Ne támadj! Mit miért azt a portál? Jó, geci, kiégek. Ez szándékos, amit csinál. Ja, jó. Fú, ne. Hülye, az egy centim múlt. Direkt írta, tudom. Leesett a végén már. Na, teniszezünk egyet. Az jó. Megvan! Közbazd. Na, elsőre összejött, srácok. Let's go. Egészen pontosan. Ó, milyen cuccot kaptunk? Há, Thorns egy, mehet is a levesbe. Nem csak az a baj, hogy én az alapbázishoz akartam valamit építeni. Csak hát ugye, itt elment a világ összes ideje, itt a hülyeségekkel. Esküszöm, hogy nem így terveztem. Meg fel kéne javítani a cuccaimat, mert mindjárt törik az összes. Aztán nem akarok újakat csinálni, ha egy mód van rá. Bizonyítékot eltüntettem. Nem tudja, hogy hova tűnt ez az obszidián, amit eltörtem ott a portálnál. Egészen pontosan. De mindjárt megnézem, hogy hol voltam úgy a gyújtós, mert esküszöm, hogy nem láttam. Tényleg nem figyeltem. Na, hol volt? Most már tudni akarom. Azt mondták, ott volt a gyújtós mellette. Bazd meg, tényleg ott volt a vas mellette. Hát, na mindegy. Tényleg ott volt. Na mindegy. Esküszöm, nem állt szándékomban amúgy direkt csinálni. De hát ez van. Én se látom, nem vettem észre. Az, ott már tényleg csak a vasat néztem, hogy az van-e. Most ágyat keresek, de mondd azt, hogy van valahol fixen, és mellette kiveszek amúgy gyapjút. Nem, nincsen sehol. Azzal már nem basztok át. Ja, de ott volt közvetlen mellette. Azt furcsáltam, hogy ezt több ember észrevette, azt nem tudom, hogy most mi van. Na, de mindegy.
Szia, for. A fast keresel itt. Alszok máshol. Ja, igen. A totemre voltam kíváncsi, hogy majd mikor kérdezik, érted, hogy... Mi az? Hát, szótlan. Már arra voltam kíváncsi, mikor kérdezik, hogy igen, hogy mikor veszem, hogy most levettem a totemet, vagy mi van. Csak hát ugye ez szerver, szóval ja. De egyébként már elég furcsa, hogy így, nem tudom, csak én veszem észre, hogy semmi hasonlóság nincs például az SMP és a HC mapom között, és ez a... És én ezt tudom jól egyébként, hogy nincs hasonlóság. De vannak, akik inkább csak azt látják, hogy Minecraft, és akkor ez biztos, hogy izé. A textúra pak neve. Hát én alapvetően nem használok textúra pakot, csak itt az égnek, hogy szebb legyen az ég. Ugye ez a Fancy Skies, de ugye ez kell Optifine. Ugye ez mindenféleképpen kell. Amúgy hova rakhattam a lovamat? Stream, ti nem tudjátok, hogy hova raktam, akik a streamet nézik, mert... Hova a faszba rakhattam? Mert én stream után valamelyik nap mentem fel, ugye segíteni itt a srácoknak. És nem tudom, hogy hova tehettem a lovamat. Hova rakhattam a lovamat? Nem halt meg. Nem haltott meg a lovam. Hova az Istenbe tettem? Azt nem elraktam távolabbi pontra. Egy T-vel. De nem tudom, miért keverik össze. Mondom, semmi hasonlóság nincs. Meg ugye a HP is másabb. A jelzés. Bazd, hova tettem a lovamat? Biztos nem ölte meg. Gida már leszokott erről. Meg Larifárit nem öli meg. Ő mondta, hogy nem öli meg. Emlékszem, hogy valahol leraktuk a lovat, amikor volt ez a támadás, amikor nyomtuk ugye a raidet. Hova az Istenbe tettem? Itt vagy, Gida? Hát ezek szerint nem. Hol? Hallod? Hol van a ló? Azt mondjuk nem tudom én sem. De amúgy tényleg nem tudom. Bazd meg. Tudom, hogy elraktuk, amikor nyomtuk a izét, a raidet. A héten. Fasz tudja, nem tudom. Bazd meg. Balinál biztos, hogy nincs. Alexnál miért lenne? Hát mondjuk nem tudom, higgyek-e neked, de kivételesen hiszek. Tényleg? Neked. Hogy? Olimpiánál? Nem volt ló. Miért öltem volna meg azt a kecis lovat? Hagyjál már. Na ez az. Az nem Netherite, ami a tesznál van, az... Blackstone, ha jól tudom. Most már nem lenne vicces. Ja. De mondjuk geci poj, á, kurva életbe. De nagyon vicces lenne. Nem ölheted meg. De nem ide rakt... Na, nem tudom, hol tettem. Basz nem, meg. Nem hiszem, hogy a házamnál van. Mert azóta nem voltam otthon szerintem, vagy de, vagy nem tudom. Nem, az más, az ott a BMW X6-os, ha jól tudom. Az a BMW X6-os? Én mintha láttam volna azt a kurva lovat valahol. Igen, Trafalgar. Valahol láttam azt a lovat. Ne idegesítsél. Esküszöm, hát az meg nem tudom, hogy hol van, de valahol láttam, hogy emlékszem. Nem tudom, megnézem Alexnál hát, ha. De miért hagytam volna otthon? Tehát, hogy... Nem tudom, de lehet az is, hogy csak otthon hagytam a picsába is. De nem tudom, miért mentem volna haza? Esküszöm, nem rémlik. Ne! Csóri, ne fingadozzál már itt. Bocsi. Kett. Hallod, bratyesz? Na. Bratyesz. Na mi van? Van nálad egy 4 arany? Hát ilyen nyers arany van nálam, 11. Az mit tud? Hát ha kiégeted, akkor kapsz belőle aranyat. Kiégeted nekem, kérlek szépen, bratyesz. Most tudom, hol van a... Van itt valahol a kemence? Ott ezt autosmelter. Hall... Jó. Enchantolok. Rendben. Nyomjad. De hol? Mi hol? Ja, fel kell menni az emeletre? Mihez? Ja, nem.
a kibaszott az autoszmelterhez. Ja. Pali, gyere, nem oda, ebbe. Mi? Oda a felső? A felsőbe rakott bele. Igen. És már éget is. Ja, jó, hülye vagyok. Jó, ez jó cucc. Ja, az vagy. Jó, ez jó cucc. Fogalmam nem nekem is van egy ilyen, nem? Ez nem is hülyeség Bratyeszko. Egyébként. Azt miért pont James Bond filmet néztek? Mert a másik kettő horror film egy nagyon késő van, a másik geti szar. A Free Guy-t nem akarják megnézni a többi barátom, szóval basszák meg. Nem szar Free egyébként. Kíváncsi vagyok. Nem szar. Nekem is azt mondta a bátyám, hogy jó lenne, csak őket nem érdekli. Hát akkor nézd meg egyedül. Hát, de jó van, hagyjál már békén, nem vagy egyedül belőlük a moziba. Hagyjál már hülyeséget. Ha valaki csak tudsz rá, csak rá tudsz venni, hogy megnézzétek. Nem, ezek a faszupok nem nézik meg. De inkább egy James szátukat. Bond filmet? Miért? Hát inkább egy James Bond filmre bevülnek. Nem, ember, hány faszupok. Évesek? 50? Vagy mi van? Ezt mondtam én is. Ó, geci, nem is értem. Ha minden győdolgok, én is elmegyek, basszák meg. Anyám, miért? Hallod, felmegyek veled Pestre, azt megnézzük a Free Guy-t, nem? Én nem Pesten leszek. Hát én se. Csak mondtam valami. Is ja? Jó. Csak nem tudom. Én most foglalok helyet akkor Pestre. Nem? Nyomod, de úgy, hogy ott se leszünk, ugye? Ja, nem. Hogy apazom, hagyjál már hülyeséget, de nem majd ott leszek. Nem, majd nézed a jó James Bond filmet, kettő... bealszol 10 perc után. Itt van kettő Flintstone ebbe a ládába. Nagyon jó. Hát már nincs el szükség. Csá, Romi. Lakinak a házát szia, megmutatom. Romi. Na, ugyanolyan, mint az Annáé. Semmi extra. Ja, úgy Lakival is kéne beszélni, meg kirúgjuk. Dehogy rúgjuk. Így. Na majd én. Ó, Istenem ember. Jó, akkor a balta az megvan. Remek. Mit akarsz építeni amúgy, bratyó? A bázison belül kéne valami cuccot, hogy ne csak egy sivár terület legyen. Annál valami lett? Hát... Épített azt egy ládát, végre. Egy barkácsasztal, az csak. Utána mondtuk, hogy hát mivel már vagyunk elegen, ezért így. Mert én úgy voltam vele, hogy hát jó, hát jön amikor akar, tudod, engem annyira nem érdekel, hogy innen aktív, meg mit tudom én. Szóval úgy voltunk vele, hogy vagyunk elegen, ha már mindenki aktív, akkor legalább egy ember ne legyen. Azt akkor mondtam, hogy na jó, akkor ezt hagyjuk aztán. Aztán lett Lucky, ja. Igen. Yes. Jöttek a taktikai cserék, tudod. Tanultam-e valamit a családbarát videókról? Ám nagyon. Adjam be a fasságait, de. Az a baj egyébként, hogy én, nekem azért is volt ennyire természetes egyébként ez a sulis dolog amúgy, mert nekem ez ekta olyan volt, mint bármelyik középsulis órám amúgy. Csomó paraszttal ülök egy helyen amúgy, de persze jobb esetben paraszttal, és ennyi. Tehát paraszt. Hát az osztálytársaimmal beülünk, azt jobbjuk a hülyeségeinket. Ennyi. Mindegyiknek be nem áll szája, folyamat pofáznak, tehát nekem semmi különbség nem volt. Annyi különbség, hogy már 2 éve nem voltam susúban. Kicsit így, mit tudom én, jó emlék volt, vagy mit, nem tudom. Jó morbid ember vagy te, basz. Hát, nem is mond. Hol vagy te? Hazamentem. Jó, de tőd, jó helyen vagyok. Az. Tör 3-om az valamelyik, ja nem, mindegyikre raktam, jó. Hol van Dorci? Nem tudom, de átadta Gidának a modot, aztán így. Lehet, ja. Hogy addig pihízik egyet, majd visszajön a hétfőn. De lehet csak dolga van, és azért adta át egyébként, mert hogy nem szokott ő úgymond nem lenni, ugyebár. Ja, így 3 napra. Nincs is elérhető a DC-n. Nem tudom, észrevette, de... Hát gondolom, mert dolga van, hát mit tudom én. Ja, valószínű leg. Leg? Mondhat, né. A kurva életbe. Jó, megfogtalak. Jaj. Nem, már mondtam volna, csak hát lehet el kéne köszönni a csatornától, érted? Ja, ez, kurva eget. Jó, azt az életed. Ja. Micsoda, hajrá Coca-Cola reklám, faszába dobta a reklámot, hogy aztán be se töltött a stream. Ős Coca-Cola reklám van Twitch-en, vagy mi? Megrinzékkel, ratyikkel, melegszendvicsekkel, reklámozzál. Töviről beszélsz? Ja, megvan! Megvan, gec. Nem, hát úgy kellett volna a kóla reklámot, hogy Gidát megjeleníted, hogy jól a kóla. Smelt is. Az jó reklám lett volna. Biztos, hogy a cigányok énekelnek. Afganisztánba? Hát a jó reg Afganisztánba, persze. Oh, kéne szinteket szerezni, basszus.
Fú, de rossz. Csinál, neked van falusi rendszered, nem? Hát van, de nincs nyersim, amivel bármivel tudnék trédelni. Milyen trédelőségeid vannak? Van bot, van sima kő is, azt hiszem. Jaj, a G2-t, azt mondod. Úristen, G2-vel. Fekete G2-vel, persze. Felkiáltójel, G2, á, így, igaz. Gida, neked mik a tapasztalataid a G2-ával kapcsolatban? Mesélj nekem. Hát jó, bazd meg. Tényleg? Azt nem hiszem el. Tényleg jó? Adom. Ja, egyszer már beszkemmeltek, de nem baj, azok ki volt. Kec! Jó volt. Nem mindegy. Mi beszkemmeltek, meséljél. Nem tudom, hogy az éve. FIFA 22 Premium pakkal. Pagyjuk már! 100 000 forint. Pagyjuk már! Így. Jaj, így volt. Azt kamufaszt. Nem vegyetek onnan sem. Basszádok meg. Ne, srájátok. Miért vagy akkora fasz? Jaj. Nem amúgy. Egy jó oldal. Én a BF egyet 500 forintért megvettem. Akkart a skóddal. Így igaz? Jó ég, ember. Ez volt a jó? Csináljátok ti is így? Én. Jaj, ezt neked ezért fizetnem kell, komolyan mondom. Jaj. Ja, szóval mehet a G2 a szponzi, de Gitának is. Ezt eladja a lelkét, meg az SF szponzi. Milyen lelkedet? Lepörgetem. Heti egyszer lepörgetem, kapom a milliókat. Eltűnök, mint Petőfi a ködben. Szóval majd mondom, hogy sinem vagyunk mi József Attila. Jaj. Ja, már terveztem a kóddal megvenni. De még oda írod a smiley-t a végig. Jaj, és Istenem. Kösz szépen a felvezetőt amúgy, Gida. Nagyon kedves volt tőled. Ja, azt mondom, a Monopolit már kifizethetni itt faszom, és mehetünk monopolizni is. Amúgy, nem az én mondom. Jaj, Istenem. Amúgy azt muszáj beadni. Tehát csak mondom a nézőknek amúgy, hogy gondolkoztunk azon, hogy nem ártan az SMP srácokkal tolni egy Monopoly streamet. Vagy akár egy Uno streamet, de ugye azon csak négyen tudnánk benni, ugye a Monopolyval többen tudnánk. De ja, egy Monopolyt tolni amúgy a többiekkel streambe, az mekkorát menne? Szerintem kurva vicces lenne. Kell a game. Így az lesz bazd meg, hogy megveszem Gidának, az nem lesz elérhető Discordon. Ti azt írod, mekkora faszkalapot. Még barátaim van játszani. Mi van, nekik megvan, vagy mi? Nincs. De akkor, de nekik nem fog. Mi vagyok én, szeretett szolgálat? Ingyen van, nem? Hát nem. Hát nagyon nem, Gida. Azt tudom, mennyibe fáj a játszás. Ja, szóval ezt beadhatod, nem tudom, 150 millió. Valahogy így. Ez követ 6 darab. Hogy de. Hát nincs kilégelődött, mennyi pénzt keresel, bazd meg. Hát... Ne irigykedjél. Sem ennyit látod. Ez a baj. Ja, csorók ja, vagyunk látom, a külföldiekhez képest. Láttam a számokat. Jó van már, osz mire megyek vele? Én nem VR látom egybe, ez a baj. Az szart vagyok VR 2. Hát nem kéne elnyomni egyből pikor meg ilyenekre. Hülye vagy te ember, nem pikó. Hány óra van, geci? Bazd meg. 2:30. Na mi van? Készülődnöm kéne a kurva élet, de 15:44-re megyek vonatra. Vonathoz. Az van még időd? Hát figyelj, hány óra van? Még fürödnöm kéne, nem tudom, matyiznom sárt, nem tudom, hogy ugye. Fogd vissza magad a filmet. Ilyenek. Aj, fürödnöm kéne, még 14:26, te meddig streamelsz? 3-ig. Az mondjuk baj, bazd meg, nem baj. Várjál, 44-re kb. 30-ra ott kéne lennem, ugye? Fogalmas is, nem tudom mekkora 30, legyetek ott. Koporsó. A jó ég, ember. De te legalább te tudsz fürödni, Gida. Ennyi. Ne, jó, oké, 15:30-ra ott kell lennem, akkor azt mondja, 15:15-re kéne hívnom taxit. Jó, megy, geci! Nem veszed meg a Monopolyt, azt van taxi. Jól megy a picsen. Na várjál. Na, mert mi van? 1000 forint a taxi. Igen. Na? Igen. Igen. És a Monopoly? Igen. Vagy az Uno? Az 3000 köcsög. Jó ég! Megnézem, felkiáltam egy G2A-val, gyerekek! Oh. Nézd meg, hát 1000 forint, ezt nem mész sehova, maradsz otthon a faszba. Nyomjatok rá! Maradsz otthon a gyászba, Gida. Ez lesz a helyzet. Na, lehet, hogy tudunk elegendőt trédelni.
Nem baj, 2000 forint vegye meg magának. Ti játssz itt az olcsó János, ez olyan gazdag a gyerek, geci, hogy hihetetlen. De hagyjál már faszomba. Ez olyan, láttam egy videót izé, hogy a Léci, adj egy dollárt, hajléktalan vagyok, mit tudom én, nincs egy forintom se. Jaj, hát nekem sincs. Mennyit szedtél össze a mai nap? 160 dollárt. És ez a mész a faszba. Hát igen. Na mondom mi? Mondom mennyi a Uno. Na mondjad mennyi. 2000. Monopoly 2006. Mi a fene? Ez vagyon. Konkrétan. Basszú fog, beírtam 30-re, izé, menjünk oda, hogy lájtisak legyünk. Ah, mindenki menjen úgy, ahogy akar. Kurva anyátokat. Bevész a film végére, csá. Na. 9-ünk kellett azt mondani ennek a mendingéhez. Mi az új kamera beállítás? Semmi. Talán egy picit közelebb van a kamera. De hogy így ennyi. Tehát, hogy szerintem semmi, csak közelebb van a kamera. Szerintem nem változott a kamera beállítás, vagy de? Nem tudom. Én annyira ezt nem figyelem, mert én nem nézem folyamat az OBS-t, ugye? Köszi szépen a szabot! Ötletem sincs egyébként. Fél év a pékségben. Fél év a subok közt köszönök mindent, karthasláv. Jó ég! Fele-fele arányban mindenhol is. Levi, kösz szépen az egy évet! Nagyon szépen köszönöm. Gratulál az új badge-ethez, és hát... van bögre. Bármint, hogy lesz bögre. Csak el kell intézni. Remélem Pesten élsz, vagy Szegeden, vagy valami közeli helyen. Ne kelljen postázni, adta az Isten. Kösz szépen, Levi, még egyszer az egy évet. Hát én is köszönöm, hogy itt vagy. Remélem, hogy tetszenek a tartalmak. Remélem, hogy jó szórakozást tud neked gyújtani napi szinten. Akár a YouTube tartalmak, és akár bármi. Nagyon szépen köszönöm. Lekötelezel. Köszönöm szépen. Úristen, egy év. Te jó Isten. Na. Most ebből az emeráldból kellene valamit szerválni. Szerveljünk kaját. Ez lehet jó ötlet lenne. Mi történt eddig? Nyomtuk az SF-et, most az S20-on vagyok 66-os, nem tudok tovább fejlődni, mert eddig tartott a történetem. Szóval S20 az most tök jól alakul, nem tudom, hogy azóta fejlődtek-e jobban, többen, vagy bármi. Én most nem tudtam, mert meg is álltam a kazamatánál. Megpróbáltam volna a 70-es szintet kiszedni, és ott meg lehetett volna a 80-as is akár. Tehát szerintem meg lehetett volna, de nagyon nehéz. Én itt mindig megakadok. Mert ugye az volt, hogy 30-tól 40-ig megpróbálom, de valahogy nagyon elakadtam. De lehet, hogy többet kellett volna próbálnom, és hát, ha beadja. Mert ugye meg tudnám szerezni a kulcsot, de nagyon nehéz. De holnapra már valószínűleg meg lesz minden is, ami kell. De valamiért nem tudtam jobban. Lehet valamit nem csináltam jól. Tehát lehet valamit csak szarul csináltam. Hazudik? Mit? Mit hazudok? Várjál, most én jutottam le magam. Mit hazudok? He? Miről beszélsz? Mi? Mit hazudok? Mi? 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 Mi soha? Mit hazudnék? Köszi szépen a szabot! Igen. Meg mibe vagy? Igen. Megbántad? Vagy mi igen? Vagy nem tudom. Landrusher, köszi szépen! Igaza van végül is. Mit pofázol? Mi van? Semmi. Istenem. Landrusher, kösz szépen a negyedik hónapot! Köszi. Már ha jól ejtettem persze. Kösz szépen, ütköztünk újra. És köszi, hogy nekem adtad a Pride, akarom mondani a Prime-odat. Köszönöm szépen. Nem Pride-odat. Nem a Pride-ot, a Prime-ot. Rosszul mondtam, bocsász. Köszi. Hallod, mennyi idő után összetelődik kb. Az, hogy mennyibe kerül a Mária? Nem tudom, mert most nekem is 6-ért adta a bodot, utána meg ráadta 32-ért, szóval nem tudom. De mi a fasz van a falusiakkal? Mindjárt szájon baszom őket. De nem tudom, mi van. Ötletem sincs. Nem hiszem el. Utána 28, aztán megint leárazza 6-ra. Én nem tudom, hogy ez hogy működik amúgy. Köszönöm még egyszer egyébként a szabodat. Használjátok szeretettel az emótokat. Köszönöm szépen. Köszi sráckák. Nem tudom egyébként, mi van, Gida. Ötletem sincsem. Tehát, hogy... Nagyon faszobuszar egy játék ez a Minecraft. Viszont nekem egyébként meg kell csinálni a kőfarmot szerintem, és egy kő egy emeráldért kéne trédelnem, és azzal járnék a legjobban. Az meg tényleg azzal járnék a legjobban. Nekem már úgy van. Van aranyalmát, bolond? Van. Nem adok, mert nekem is kell. Mennyit adjak? Mennyi kell? Nem tudom. Amennyit nem sajnálsz rám. Adok 2000. Tökéletes. Most tudom, hogy van-e potim meg egyet, amiből beleharaptam. Az nem baj. Amúgy izé, úgy csinálom én, hogy nem potit főzök. Mitet? Nagyon szépen köszönöm. Nem potit főzök, hanem gyengeség íjjal lövöm meg. Az és utána adom be neki az alme. Aha. Azt nem tudom, hogy opció. Jó ég! De képzeld el, opció. Hallod, Gida? Hive train van, na. Képzeld el. Valami jó felvezetőt tudsz rámondani? Na, srácok, aki felszámolt rannak,
Adok egy cuppanós puszit. Na. Én szerintem ez kurva jó deal. Köszi szépen repici a 200-ost és köszi a vonatot, srácok. A hét utcsó vonatját. Srácok, ilyen még nem volt a nap. Ma, napon. Hét utolsó streamje, hét utolsó hype-on. Erre fel kell szállni, bazd meg. Nagyon jól is a azt mondja, bazd meg. Mi a fasz? Jaj, nagyon jó, szálljatok fel. Jaj. Könyvesnél van olyan, amire eljött adnak egy könyves polcot? Elvileg igen. Srácok, szálljatok fel a hype vonatra, mert akkor jövő héten lesz Monopoly stream. Ó, szólj hozzá. Szóval megveszed a játékot kövi héten? Nem, te veszed meg. De ezt majd elbeszéljük. Majd megbeszéljük. Az kemény. Gerc, te könyvelő mennél meg ilyenek. Hát semmit ne sózzál rám. Én rád sózni? Ja. Miről beszél? Köcsögéket táskódod, hogy te pénzt kapjál belőle. De majd még megveszem. Aj, te világi fasz vagyok. Ha te a saját kódoddal veszed meg, az beleszámít? Hát, nem tudom. Mit tudom én? Szerintem nem. Mit, végtelen pénzforgást akartál volna csinálni, vagy mi? Nem, mert akkor majd átküldöd a pénzt, és én meg majd megveszem. Kida, mennyivel értem? Tartozol? Mondd csak meg nekem. Na, annyiból meg tudnád venni a Monopolyt. Ne pénzezzünk, jó? Ne pénzezzünk, most álljunk le, mivel? Elég voltál. Ó, Istenem. Majd akkor fogom ezt rád forszolni, amikor 15-e lesz, csak mondom. Mi lesz 15-e? Nem? Ha, mi lesz? Ezt megélni. Hát ezt beszoptad, Gida. Azt nagyon... Azt csúnyán benézted, Gidazsák. Nagyon nagy faszú vagy. Én! Ott amúgy mondanám, hogy ott ígérgetted Discordon, Gecén visszaadod, de kitörölted az üzenetet, a faszkalap. Na, faszom, a bizony is velem. Hát az vagy kitörölted. Hát igen. Na. Hát, ez gyerek. Baj. Le kellett volna screenshotolnom, ez ennyi, a baj. Ennyi voltál. Le lettél húzva a életről. Beleállt a falba a Jack, ugyebár. Ez így igaz. Látod? Ez volt a jó. Anyám. Borzasztó vagy. Valakinek kell csak is keksz. Srác, egy papagájnak kell csak is keksz. A papagáj az nagyon szereti a csokis kekszet, én úgy hallottam. Majd megethetem perhüveretet. Te az még fel fog puffadni. Három követ kapsz, hogy okay, tudsz forgatni. Na ezt hívják pénzmosásnak, Sanci. Ezt micsoda? Hívják. Mert úgy van, hogy ha egy emeráldért tudnám venni a könyvespolcot, akkor utána a könyv pedig többet adna, mint amennyiért én megvettem alapvetően a könyvespolcot. A kutya fáját, ebben nem gondoltunk bele. De amúgy ez működik, ez mert működik. Alapból is egy könyv, egy emeráldért adja a könyvespolcot, azt hiszem. Ja, mert hogy jól van, emlékszem. Várjál. Bár fasz tudja, de valami őszintét. De várjál, ez bullshit. Várjál? Most nem értem, miről van szó. Ja nem, nem, mert egyet megspórolsz vele, azt hiszem. Nem, várjál. Ha egyért adná, akkor én hármat kapok belőle, és abból nekem három a profitom, nem? Nem, kettő a profitom belőle, bocs. Fasság az egész, hülyeség. De nem, ember. Kőveket réden és kész. Jó, persze, az is opció, nyilván. Istenem. De abból aztán kettő a profitom. Ha jól tudom. Annak ja. Mi értelme, hogy baszkodjál vele? Hagyjál már a hülye, amúgy plusz XP. Hát, igen, ez a baj, Gida. Nem tudom. El kell dönteni. Lehet, hogy jól lenne. El kell dönteni. Mi a jó lépés, tudod? Miből tudsz milliómos lenni? Hogyha te millió... Ha te nagyon akarnál Szabó pénzt... Szabó Pétert megkérdem. Szabó Pétert megkérded? Igen. Te miből csinálnál vállalkozást, Gida? Strici lennék. Azt mondod? Katásként? Uh-huh. Az jó. Ja. Mondjuk, hogy le kell adózni. Jó lesz az. Hogy kell. Hogy kell már hűség egy dolgot. Édes Istenem. Nagyon-nagyon naív vagy. Nem, csak nem akarom, hogy megbasszanak. Na, itt derüljön ki. Micsoda? Az, hogy nem adózok. Na, ajrá. Hát most neked eddig is miből? Hát amúgy. Tényleg, hogy fogok adózni ebből az ebből? Ebből a pénzből, amit kapok? Hát ebből semmit. Mert ez adó... Ja, ebből már adóztam. Ez... Nem adóztál belőle, hanem nem adóköteles. Mert nincs meg az éves bevétel, amitől minimum adóköteles ja, legyen. Ja, értem. Az ugye éves szinten 600 000 forint. Ne mond, némon már. Na látod. Összed az internetből a 600 000-t egy évre, utána leszel adóköteles. Yes. Lemaradtatok a hájfulatról, basszátok majd. Hallod? Gida. Hallod? Kell két hang. Mert pont amikor elúszott, be kellett volna egy ilyen hangeffektet rakni. Elúszott a hájfulat, basszátok meg. És az autóhatán benne lehetne, ez bió már.
Jó, ez haláli. Rógecik. Ó, Isten. Nézem, nézni, hogy gurul, így gurul így el a vonat. Így nem tudtok nézni, mi? De félsz, nem tudtok küldeni. Gecik. Ó, Isten ember. Aj. Most már értem, hogy nem streamelsz aktívan. Így már mindent értek. Miért? Elkergetnének a gyászba. Mi kergetne? Atya úristen. Én nem tudom, mire kéne trédelni. Éppen most fejlesztem fel a falusiaimat. Nyomjad. Nekem majd külön kellene falusiakat. Már így nagyon, nagyon szopás lesz a dolog. Az a helyzet. Jaj, édes Istenem. Azt mondom, hogy neked nem készülődni kéne, Gida? Hány óra? Ú, de. Na várj, ezeket... 10 percet kalkuláltál, ember. Mi van veled? Hát már csak fejlesztem, hagyjál már. Hát nyomjad. Szempa, köszi a százast, köszi. Kösz szépen. Szép későn napot, dobtad, hogy telik a hétvége. Nem baj, elfogadjuk így. Azon nem újjék. Hogy telik a hétvége? Hát el se fesztem az előbb egy keveset. Tök jól haladtam, ja. Szerintem annyira tudtam. Ugye nyílt az ja, szarul. Jó, szarul. Nem, egyébként nem haladtam annyira rosszul. Ha kijön végre az új ballangos update, lesz új hardcore sorozat? Nem, hát túlélek, amennyire tudok, aztán megpróbálok decemberig túlélni. Ha esetleg meghalok ott, vagy bármi, akkor tökre szívesen. Tehát, majd most... előtte szóljál, hogy ha meghalsz, akkor rakuk fel rá pontot. Ja, nem. Nem fogok semmit se itt izé. De. Nem, semmi ilyesmi nem csinálok. Na mindegy. Faszofó vagy. Lényeg a lényeg, hogy legalább egy 1.18-ig próbáljam kibírni. Az már egy nagyon jó haladás lenne. Azt adnám. Hello mindenkinek, aki most is sziasztok srácok. Szia Lili, szia Nobi, szia Szempa amúgy, sziasztok srácok, szia Baku. Sziasztok, hello, hello. Na jó van, Baku go. Na. Nem tudok mit trédelni, bazd meg. Na jó van, én nekiállok készülődni. Nyomjad ide. Mert büdös vagyok, érzem magamon. Hát, azt lehet elhiszem. Na jó van, chat. Na. Legközelebb szálljátok fel a vonatra, basszátok meg, mert nem lesz ebből Uno. Nem lesz Uno? Most akkor Monopoly vagy Uno? Hát, meg egyik sem. Hát. Drága ez a két játék egyben orbikának, nagyon drága. Hát főleg, hogy nem én fogom megvenni mindegyiket, de... Gondold így, hogy én veszem el, persze. Nagyon drága lesz, bazen. Hát gondolod, hogy én fogom megvenni. Azt beszoptad, Gida. Te, Zsozi atya is megvett a többiek. Jó, multimilliómos az ember, miről beszélsz? Mit csináltál az RVX, faszopó? Nem érdekel ki vagy. Engem nem kurva anyázott. Nem anyázom. Nem anyázom. Ja, na várjál, nem 10 perc, na várjál csak. Hopp. Így jó is lesz. Tedd vissza a 10 percet. 10 perc elég lesz? Hogyne. Legyen elég, akkor 10 perc. Legyen úgy, nem Gida? Legyen úgy. Romi, jó. Romi, tőled elfogadom. Ez hihetetlen. Na jó, már menjek készülődni. Jó, nagyon, sziasztok, hello! Most már, ha még beszélni is akar, is lenémítottam, szóval tök mindegy. Na, fú, mondanám, hogy jobban is megárt a sok, de hát ez nem volt jó. Na, az a baj, nekem ott a bázis körüli dolgot kellene elkezdeni valahogy építeni. De, hát itt leragadtam. Ubezd meg. Várjál, ott vissza tudom hozni? Persze. Azt tökéletes. Na, fürödjél, mert büdös leszel. Hallod? Képzeljétek el, ugye meséltem itt most esef alattam, úgyhogy nem volt víz a városban. Mert ugye frissítik a vizet, vagy ugye tisztítják a vizet, azt hiszem? Ja, tisztítják a vizet. És képzeljétek el, pont jött egyébként barátnőm, stb. És nem volt víz. Mondom, hát az nagyon jó. Nem volt víz. És az volt a szerencsénk, hogy a boilerben volt még egy kevés, amit el tudtunk használni amúgy tusolásra. De itt nem az a cink, hogy nem tud fürdeni az ember. Itt nem ez a gáz. Hanem, hogyha ha le akarnád húzni a WC-t, sem megy. Na és ez volt a gáz, hogy na az akkor lett volna, na akkor lett volna gáz, ha valaki el akart volna menni nagy WC-re. Most akkor mi van? Kerülgetjük a mosdót, vagy mi? Vagy nem, tényleg nem tudom. Na mindegy, és oké, hogy most nem volt, de ma este se lesz. Szóval tegnap este nem volt, meg ma este se lesz. És én honnan tudjam, hogy este kell-e kuláznom, vagy nem kell kuláznom este? Lemegyek egy bokorba, érted, azt elvégzem a dolgomat egy szatyorba? Mi vagyok én, kutya? Na mindegy, nem, de nem tudom. Na mindegy. A WC az egy fokkal problémásabb. De ezen kívül amúgy nem tudom. Na mindegy, szóval tök váratlan volt az egész igazából. Ne egyél, és akkor nem kell. Jogos. Igen, igen, tehát a mai tax az az, hogy töltünk a palackba vizet. Tehát az megvan. Az meg lesz.
Csak emiatt, a probléma miatt nekünk el kellett menni az éjjel-nappaliba vizet venni. Hát igen. Persze, tehát így fogunk félretenni most a vizet. Így most már fel tudunk készülni, csak tegnap nem tudtunk. És kicsit hülyén jött. Persze, Lili, aha, minden király most már. Tehát, hogy... Várjál. Az ott már van. Szóval... Ó, de jó így a kamera. Jó így a kamera, nem? Jó. Szóval, ja, kicsit érdekes így a szitu. De én nem tudtam, ugye, mert nem mozdul ki a lakásból, nekem nem szólnak emiatt, meg plakátsa volt itt lent, szóval... Ötletem nem volt, hogy most mi a szar van. Szóval érdekes volt egy picit egyébként ez. Köszi szépen. Vödörbe szarsz és kivágod az ablakon. Jó, oké, én benne vagyok. Hallod? Csak belőle egy TikTok videót, ez végtelen nézettség. Mondjuk nem, mint hogyha így se néznék meg végtelen számba amúgy a videókat, amiket csinálok. Bár ne néznék meg, de hát nem tudok vele mit kezdeni, ez van. Szarjunk egyet bele amúgy, nem? Vagy a kádba. Mehet is. De várjál, ez aránytalan, nem? Nem, ez nem aránytalan, csak azt hittem, hogy az. De nem az szerencsére. Ah! De beszart, és itt van egy creeper. Ó, nyuga. Nyugi, Norbi. Nyugi, egy pillanatra megijedtem, de semmi extra. Hát, jöhet a vödörbe szarós content. Olyan, hogy azt mondom csak, mint a Turbo Titán. Ő is az Ice Bucket Challenge helyett, hogy belefosott a vödörbe, azt magára öntötte. Nem? Mekkora taktika? Égél el! Ne én, ő! Kösz! Így kell csinálni, ezt nevezzük contentnek. Várj, ez micsoda? Ez jut eszembe erről. Ez mi? Egy lány az első randin elment a vécére, de nem tudta leúzni a szart, így kidobta az ablakon, de az beesett egy két üveg közé, erre utána mászott és beszorult. Mi van? Várj, mi? Szóval, újra, mert nem tudtam felfogni ezeket a sorokat. Szóval, egy lány az első randin elment vécére, de nem tudta lehúzni a szart, így kidobta az ablakon, de ez beesett a két üveg közé, erre utána mászott és beszorult. Barátnőm, nem! Ez 2017-es cikk, nyugi. Mi az? Mit hallottam volna valamit a háttérben. De ezt miért így írják le amúgy egy ilyen cikknél? Fotó. Kidobja a szart a kertbe az ablakon át. Erről volt fotó. De ezt miért így írják? De fura nekem ezt, hogy ilyeneket látok egy... Én nem tudom. Ez nem mostani, jó ég. Én is néztem, hogy mikori dátum amúgy. Lehetett volna aktuális Békés Csaba is területén amúgy. Hát ez cink. Első randinak mindenféleképpen szar, maradjunk annyiba. Emlékezetes. Zsombi már 100 pluszos, hát nyomja. Nyomja, gratula hozzá. Hát én egy picit megálltam, de hát jó, annyira én is tudom igazából. Nem volt itt valami ágy. Az baj, ötletem sincsen. Hát én megálltam 66-nál, de szerintem az egy jó eredmény, amit én elértem. Mondom, itt nem tudok elérni 70-ig. Max, ha egy-két kazamatát be tudok ütni, csak az baj, ez rengeteg gombaköltés. Mindig lefrissítsem az új itemeket. Aztán csoró vagyok, bazd, nekem nincs elég gombám. Hát mi a fene? Csorók vagyunk, boys. Én értem, de én azon lepődtem, hogy ezt így írják le. Most ezt nem tudom, hogy szó szerint így mondták, és akkor azért írták le, nem tudom, de elég vicces ilyen szempontból. Két pak volt? Milyen pak? Mindegy. Majd offstream, majd lehet, hogy nekem is kell tolni, mert a többi karakteremet meg nem csináltam meg. Bár még semmilyen event nincsen rajta, szóval tök mindegy. Ja, homokóra meg XP, de hát ez is mi. Max veszek homokórákat. 2-3600? Jó, így elhiszem. Mert az a baj, nálam már eléggé a végét nyomta, és hát igen. Ja. Meg majd, Zsombi, majd lehet kérdezek valami stream után, csak ne felejtsem el.
Ez már ilyen kettőnk közötti dolog, amit csak mi tudhatunk. Tudod mit? Úgy fogunk beszélni, mint a szerelmesek, csak ketten tudhatjuk. Várjál. Sima fám az nincs. Hát, slabek vannak, de az elég rossz. Hubazd meg. Az baj, hogy ilyen fossal tölteném meg a maradék részét a dolgoknak. A srác írta le így a cikk, az teljesen más. Ha mondjuk az kemény. Az úgy nem rossz. Úgy, ezeket el kéne innen tüntetnem. Mondd, hogy nem vagyok most a békasegga alatt egyébként helyezésbe. Nem azt mondom, hogy ugyanott, ahol voltam, de mondd azt, hogy nem volt szar eredmény a 66-os szint a mai nap. Mondd azt, hogy nem volt szar eredmény. Én bízok benne. Remélem elegendő volt valamennyire. Jó van az akkor. Mert az a baj, hogy én a hetedik hazamat a kulcsot, vagy a hatodik hazamat a kulcsot megszerezném, csak rengeteg támadást kéne elindítanom ahhoz. Meg epikeket cserélni. Szóval lehet amúgy, hogy még ma lehet megpróbálom, majd streamen kívül, de nem biztos, hogy össze fog jönni. Az rohadt nagy frissítés tudna lenni. Ja, hát itt nem is a helyezés számomra a lényeg, csak ha már elindítottam valahogy, akkor csináljam azt jól. Már amennyire tudom, persze. Amennyire tudom, megpróbálom. Kövekkel szoptam most hatalmasat, az nagyon sokat elnyelt. Ja. De így sokkal egyszerűbb lenne a történet. Annyi talán, hogy a 8. kulcsot azt meg kell szereznem fogadóból. Tehát azt semmiféleképpen nem tudom már ma megszerezni. Igen, ez volt a hülyeségem, hogy elnyomtam a kalandvágyat végül. De úgy voltam vele, hogy inkább nem tudnám megcsinálni, szóval azért is hagytam ott a francba. Na. Ja, hogy az közben egyben nyúlik az én átjáromhoz. Fasza. Ez az tök mindegy, ha nem tudtam elverni a kazamatát, én mindent követtem annak, én azt szerint követtem mindent, tehát te szerintem percenként néztem. Ja. Nekem az volt a baj, hogy valahogy nem tudtam egyébként haladni a kazamatával. Szerintem túl sosan rámentem arra, hogy csak azért is üssem be, ami meg nem jött össze. Vagy tudja, a tök. Lehet az volt a probléma. De én meg vagyok elégedve a teljesítményemmel. Na. Meg hát még nincs vége a mai napnak, ki tudja, hogy fogok még tudni haladni majd offstream, ha játszok. Jó, ezeket akarom ugyanilyen fával egyébként betölteni. Csak hát na. Azt hiszem, nem nagyon fogsz grindolni, ez 2-3600-as pak. Jó megy! Hülye. Az nem rossz. Hát ilyen az SF iránti szeretet, én úgy hallottam. Mizó, minden fasza? Gida leszívta az agyamat szokásosan, meg mellett teszetek fát. Na, de mivel már kim van Perkinek a videója, nem tudom, hogy belelette ez a rész vágva egyébként. Valószínűleg igen. Na hát, én kicsit feldobtam ezt a hangulatot. Úgy voltam vele, hogy lehet, hogy muszáj lesz, mert lehet, hogy nem néz neki rosszul emellett. Csak így a megszokás véget, tudod. Legyen egy jó kis állami támogatás, most ez már ténylegesen. Gondoltam, baszok ide egy 101 milliót, érted, aztán az csak elég lesz. Új projektnek vagyok. Hát most SMP-n vagyok fent. Megpróbálok egy picit egyébként itt szépíteni dolgokat. Mi a halál ez a lejáró? Ezt nem tudom, ki csinálta, de inkább befedem. Biztos, ami biztos. Elég veszélyesnek tűnik. De ja, szép lett amúgy. A belseje az nem nagyon változott. Ez nem tudom, hogy mondom, nem tudom, hogy benne van Perki videójában, mert ötletem sincsen. A belseje egy picit változott. Megkérdezte, hogy alakíthat-e rajta. Mondom, persze, hát én építettem egy nyomjad. Szóval, ja. Ja, meg lett tábla. Egy kicsit másik tábla. Csak mondjuk kellene üveg. Nem tudom, ide akart-e üveget amúgy, mert... hát itt bárki betör. Hát ki csinálta volna? Hát nem én, az biztos. OG HC-t nem akarok-e tolni 100k-ra. Az a baj, hogy a csatornának egy bizonyos része már nem bizonyos, mert nagyon nagy része, de már nincs közel a Hearthstone-hoz. Az nem fasz, az egy körte. Szent Pajkos Tudomány Egyetem. Dehogy is!
Az állami támogatás nem is az iskola, ez a Dabas Kossuth Lajos általános iskola. Komplex megújuló energiafelhasználás mintaprojekt létrehozása. Mi ez a hülyeség? Ez a Dabas József susó. Ja, az óra az kreatív lett egyébként. Nem csúnya, maradjunk annyiba. Meg igazából ezt az erdőt kell majd nagyon szétkapni, mert itt csak itt közel lehet építeni dolgokat, de úgy nagyon távolabb nem nagyon. Aztán, hogyha még nagyon sok mindent akarunk csinálni a mapon belül, akkor hát lehet, hogy nem ártana ezt az egész erdőt itt kiírtani. A nagyvárosok is így működnek, érted? Ott is már minden fa ki van durva a picsába. Ez minden már mű. Ugyebár. De szép lett amúgy, szép lett. Elküldte az ötletet, mondom, hát csinál meg nyugodtan, csak ugye cuccokat kellett összeszedni hozzá. Mert azért mégiscsak túlélő. Vagy nem, bocsi, büdös csalók vagyunk, és ennek az SMP-nek semmi értelme, mert hogy repülgetnek Reába az emberek. Az olimpia alatt a két szervező. Esküszöm, kaptunk ilyet. Én tényleg elgondolkoztam az élet értelmén, hogy ez most kajak volt, aki ezt leírta. Tehát, hogy ennyi észre szabad lábon, bazd meg. De ez a tipikus, hogy érted, ez a... Vannak emberek, akik belekötnek azért, így bármibe, csak találjanak benne fogást. Hát mondom, ember. Hát persze, hogy megadtuk a kreát, bazd meg, azért, hogy tudják nézni az eredményt. Lehet, hogy felső nézetben lehet, hogy több mindent lát az ember. Fú, te, szóval vicc ez a szerver. Menj már anyádba, kajak. Tehát tudnád egyébként, tehát, hogy, na mindegy. Fú, az emberi butaságon, aki ki tudok égni amúgy, de nem kicsit. Borzasztó, amit leművelnek egyesek. Na mindegy. Jó. Aztán a kövi héten, mivel ígértem a mai napra videót, ugye? És ugye azért szombatra, mert ugye azt beszéltük meg a srácok, hogy aki feltölti az egységesen, nyomja fel mindenki szombaton. Hát én még nem tudom, hogy az iskolát fel fogom-e rakni, bár az nyilván cenzúrázatlan lesz, mert az én csatornám, és nyilván nem vagyok családbarát, és nekem ez nem lényeg. A szponzor se követeli meg, és nyilván el sem fogadnék egy ilyen szponzort se, ami megköveteli. Mert azért nem, mert ez nem így működik. Na mindegy. De lényeg a lényeg, hogy ha meg is csinálom, akkor az valószínűleg kövi hét, meg HC-n belül szeretnék kicsit amúgy jobban aktivizálódni. Ezek lesznek majd a tervek. Amennyire tudom ezt majd teljesíteni, persze. Szerintem nem lesz gáz. Ups. Nem az, hogy szitok szó vagy etnikum, hanem a fasznak írsz ilyet a chatre, érted? Kontextus nélkül. Tehát, hogy nem szitok szó, hanem etnikum. Tehát az, hogy most ezzel nem vagy okosabb, hogy ez bárki is leírja, szerintem. Csak ne mondd, miért? Milyen kontextusból, érted? Hát, csak az a baj, hogy nekem a hangsávom szar, ugye? És az... Hát, hogy valamelyiket fel kell használni. Ő Dudi Juice sponsor? Hogyne? Hogyne. Érted, bemegyek egy éjjel-nappaliba, ami tényleg csak egy pici éjjel-nappali, és ott is tele volt Tutti Juice-zal, mondom, ezt nem hiszem el. Bármelyik boltba megyek, látok ilyet. Hát mondom, ez eszméletlen. Mert nem lapokkal csinálom. Nem akarok rést hagyni neki. Ha kell, akkor szedek fát. Hát most értem én, hogy meg tudnám lapokkal is csinálni, és akkor több lenne, de egyszerűen így nem akarok rést meghagyni neki. Among Us, hol vagy Among Us? Hogyne. Keressük meg az imposztort. Vagy nem, Among Us, bocsi, A-val kell mondani. Among Us? Atya úristen, én azt hittem, ez a Tutti Juice-nak valami másik izé skinje. De nem, baromira nem. És az lepett meg amúgy. Kicsit meglepődtem emiatt. Pedig már szinte minden kis boltba találsz ilyeneket amúgy, eszméletlen. Suli büfébe. Úristen, akkor ti is kerestek az imposztort a büfébe? Te jó ég. Sus. Kik a susok jelenleg? Jaj, nem lapokkal csinált. Oh. Na hát, igazából felvázoltam, hogy tudtam, hogy miért. Aztán ennyi.
Jó, azt tudom, mi legyen ennek a végleges verziója. De ezek a tornyok kellenek. Hol aludtam amúgy? Atheszhoz mentem. Öreg asszony, ne is van a piacon. Remélem olcsóban adja. Bam. Zsír. Jaj. Megnézem, hogy Atesznál van elég fa, azt maximum majd visszaszolgáltatom neki. Van. Hát, nem tudom. Visszaadok neki majd egy stacket, csak majd ne felejtsem el. Most a maradék időmet most már nem akarom arra szállni, hogy itt baszkodok. Valamint a vizesebb lenne. Nem, hát energiamentes. Gida 2.0, nem merém visszaadom. Tehát így ez a különbség, hogy én ezt visszaadom. Egyébként. Kamatostól kérem, helyes. Akkor másfél stacket adok. Na, zsír, nyomod. Az kurva jó haladás. Majd jöhetnek a kérdések, hogy támogatottként ilyen könnyű. De az a baj, Zsombi, bazd meg, hogy tartattad volna az én szintemet, és akkor azt mondták volna, hogy támogatottként csak ennyit értek el, mert ennyi gombátok van. Érte, ezt kellett volna csinálni. De most már engem fognak leszarozni, mert kevésbé vagyok jó végtelen gombás. És te jobb végtelen gombás vagy. Szóval, kap be. Csak mondom. Kellett volna ott maradnod. Hát komolyan. Hát nem tudom, nekem legyen az a szerencsém, hogy be fogok tudni jutni egy párat. 70-es kulcsig, azt akkor lehet még a nap végére lehetek akár 80-as. Egy hónapig nem eszek? Hát ezt elhiszem, bár mondjuk úgyis posjon, úgyis fizuidő van lassan. Most még nincs fizuidő. Mi hanyadika van? Hetedike? Azt tudom, hanyadika van, he. Ja, kilencedike, hülye! Kilencedike van, te jó ég. Lassan fizunap. Mi a szar? Mindenhonnan is? Re! Lassan fizunap. Én is várom, mert elvileg mindenhol is pontosan fog érkezni, szóval adom. Jó lesz, jó lesz. Végre nem kell fél hónapot várnom mindenre, fú, de utálom. Amikor azt mondják, hogy jaj, hát hogy a streamelés tök jó értem, több helyről, meg minden. Aha, persze, én is örülök, tudom, hogy nagyjából mennyi jön össze. Azt viszont nem tudom rohadtul, hogy mikor, és ez fáj mindig a legjobban. 15-20-kor, hát akkor már nem leszek fent, lol. Jó, körbe raktuk, aztán itt lesz, ami lesz. Lehet kicsit nagyobb terület lesz, de szerintem elég. Ez igen. Milliómosok. Habos, babos, fincsa, mincsa, vézes, mázos pénzek? Hogyne. Végtelen kenyai valuta összességében. A Lutz, az nekem úgy volt, kigyűjtöttem 5000-et, ugye amit lehetett a payout-a, az úgy voltam, hogy ez egy szarság. De voltak ilyen százalék lábok, annó nagyon nagy divat volt ez a Lutz, de hogy így... Én már az ilyeneknél mindig úgy számolok, hogy azért ezeket le kell számláznom. Ezeket a dolgokat, és ez a... Ez olyan, mint a YouTube. Ott is bazd meg jön 6 évente valami, azt bele kell írnom. És ez a... Ja. Hát azoknak érte meg annó a Lutz, akik ugye sokan használták, és nekik ugye magasabb százalékú szorzó volt, mert ugye egy hirdetés alapján kaptál szorzót, és minél többet használtad, akkor automatán a rendszer feldobott egy magasabb szorzóra. És már volt olyan, hogy valaki dollárokat kapott egy ilyen beolvasással. Komolyan mondom, de durva. Durva. Hát tudod, ezt hívják legális pénzmosásnak ilyen téren. Mert az tényleg olyan, hogy így nem érted, hogy mi a szarból, nem érted, hogy hogy meg mennyit, de hogy azt a büzsét, azt nem tudom hogyan. Ezek itt mik? De fogalmam sincs. Nem tudom, én úgy tudom, hogy hirdetés százalék alapján. Hát azt hiszem egy-két helyen még létezik a Lose the Mask, szerintem senki nem használja. Meg ugye nem hiszem, hogy olyan támogatók vannak ugye cégek, akik ugye ebbe beleállnak. Szóval, ja. Tudod mi a durva? Az államilag támogatott susok. Tudod melyik iskolába mennék én amúgy, hogyha mehetnék egyszer? Vagy a gyerekemet hova küldeném? A Rage Shadow Legends szponzorálja az iskolát, na az. Hű, te.
mit menne, vagy infórán egy óra elsefezés, érted, a szerver javára, meg ilyenek. Elég komoly, elég komoly. Na jó, srácok, lezárjuk a mai napot, pont meg vagyunk mindennel, igazából, amit tudtunk, csináltunk, Gida leszívta az agyamat, az SF is tök jól alakult, szerintem, szóval, ja. Kösz szépen mindenkinek a mai figyelmet, jó legyél te is. Aztán a héten már nem vagyok, ugyanis ma volt a héten az utcsó stream,